Miskolcsi Rabócsiringen egy látványos prológgal vette kezdetét a háromnapos rally program, mely szombaton a már tradicionális zempléni pályákon zajlott. A versenyt alaposan megkavarta a hirtelen lezúduló nagy eső, mely után a Turán zsíros Peugeot 307 bejegyzés páros érkezhetett vezető pozícióban a szombatesti Sátorajújhelyi Dohányúti Sportpálya szervizparkjába. Másnap sikeresen mutatkoztak be a bodrogközi új rallipályák, s a versenyen az abszolút harmadik helyen az ifjabb érdi Rubócki Subaru VRC-s páros látta meg a Sátorajújhelyi Libegő parkolójában a céldobogót. Így terveztük a verseny előtt, hogy harmadiknak szeretnénk célba érni, de jóval munkásabb volt, mint amire számítottam. Talán életem legnehezebb versenye. Remélem még sok zemplén rallit futhatok, de ilyet még egyet nem szeretnék. 100 kilométert mentünk szervó nélkül, emberfelett teljesítményt nyújtottunk. Én úgy gondolom, hogy maximálisan megérdemeljük ezt a harmadik helyet. A verseny győzelmét a Turán zsíros Peugeot 307 VRC-s páros nyerte meg, akiknek a szezon kezdetén szálltak el a bajnoki remények. Én azt gondolom, hogy ebben az évben történt sok minden. Nekünk rossz választásunk volt a Skoda év elején, és azt gondolom, hogy voltak olyan be nem tartott szabályok, amik a többieket kis előnyhöz jutatták. De nem, én ezzel már nem foglalkozom, hogyha az év végén mások leszünk, én azt gondolom, hogy abban is nagyon, nagyon boldogok leszünk. A legnagyobb ünneplésben a verseny abszolút második helyezettje, a Herczig Baranyai páros részesült, hiszen ezzel az eredménnyel a 2009-es Nyílt Rally Bajnokság abszolút bajnoki címét is megszerezték. Most már kimondhatjuk, hogy 2009 abszolút nyílt rally bajnokságát megnyertük, óriási élmény. Nem is igazából tudjuk még felfogni, úgyhogy nagyon boldog vagyunk. Azt hiszem, hogy a Miskolc Rallytól kezdett felcsillani a remény, amikor egymás után két versenyt is meg tudtunk nyerni. Majd aztán jött egy Veszprém Rally, ugyancsak harmadik helyen tudtunk célba érni, és akkor egy picit elszállni látszottak a remények, de aztán sajnos a Spitzbühler Csaba kiválásával egy picit jobban kristályosodott a helyzet, és aztán létrejött az a helyzet, ami most volt, hogy elég az első háromba végezzünk ahhoz, hogy abszolút magyar bajnokok legyünk. A bajnokavatás mellett itt állt mellettem Gokó, és erről beszélgettünk, hogy ők 20 éve készültek arra, hogy valamilyen úton módon fölkerüljenek a dobogó tetejére, és most végre összejött nekik. Nagyon megható pillanat volt látni, hogy mennyi munka, mennyi küzdelem és mennyi tenni akarás van egy ilyen siker mögött. Mint sportembereknek gratulálok, fantasztikus volt a küzdelem, ők voltak a legegybe az idén, így kell mondani, hogy mind a pilóta, mind a navigátor, aki felnőtt, aztán a tulajdonképpeni célokhoz hisz, az abszolútot megnyerni, hogy bajnoknak lenni egy magyar bajnokságban, teljesen mindegy rali vagy más, az egy nagyon nagy dolog. És azt kell, hogy mondjam, bizonyos szempontból egy kicsit szomorú vagyok, mert jobb lett volna, ha az utolsó meccsre marad, mert akkor az lett volna, hogy egy kiérezett poroszt küzdelemben még ott is érdekelve van mindenki. Nagyon jó érzéssel jöttem ide, és nekem kifejezetten tetszett egyébként a környékbeli pályák, az Emplén, azt már ismertük, de a két új pálya, ami Saújhelyhez közel volt, ugye jól mondom, mert itt a környékből, aki így mondják. Úgyhogy nagyon-nagyon jó esőérzéssel fogunk innen távozni, és biztos, hogy kellemes emlékekkel fogunk visszatérni.